Szeretettel üdvözlök mindenkit, ma a Szentes Róberttel beszélgetek, a mai témánk pedig a halálfélelem lenne, amelyel elég sok ember úgy vélem és úgy tart, hogy elég sok ember küzd, vagy ha nem is küzd még, de ez az életébe be fog következni itt a vízöntőbe való átlépés kapcsán. Nem tudom, te hogy vélekedsz erről, Robi? Van ebben igazság, nincs benne igazság? Természetesen nagyon sok igazság van benne, és ahogy ebben a beszélgetésben majd belemélyedünk, majd mutatok egy pár, vagy elmondok egy pár különféle szöget, vagy irányt, ahonnan ez a halálfélelem jön, ami nehézé teszi ezt ennek a megoldását, hogy akár több tucat helyről is jöhet egyszerre. És amit érzünk, az jogos, de az alap, a gyökér okokat, ha megoldjuk csak, akkor tudunk ezen felül kerekedni. Értem. Szerintem itt az a legnagyobb probléma, hogy az ember ugye nagyon-nagyon azonosult az anyaggal, és itt legfőképp a test sűrűségével, testi gondolatra, testre gondolok, és itt nem csak a saját testre, hanem a család, baráti társaság elvesztésére is tekintetünk. És nem tudom, most megmondom őszintén, hogy ez az azonosulás nagyon-nagyon erősen bennem az emberbe, és őszinte leszek bennem. Hogy lehet ezen túllépni? Ahogy te is tudod, meg lát, mindenki látja, hogy teljesen más világ van ma, mint akár 2 évvel ezelőtt is. Emelkedünk, és nagyon sok ősi programunk jön a felszínre, ami diszfunkcionálissá vált. Ha visszamegyünk az időben, akkor megnézhetjük a törzs közösségeket, amikben mi is benn voltunk, évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt, és van egy olyan mentális struktúra bennünk, egy túlélési struktúra, hogyha ezekből a közösségekből mi kiválunk, bármi oknál fogva, akkor azt mi nem éljük túl. És ez régen még passzolt valamilyen szinten, mert az egyik vadászott, a másik kertészkedett, a harmadik vigyázott a gyerekekre, és volt egy ilyen közösség. És ebben az energiában bent van a család is. Ezeknek a közösségeknek, a családoknak megvan a maga funkciója, viszont ezek a funkciók lejártak. Ezt az Osho is mondta, hogy az eredeti funkció a családnak az a védettség, védelem, egymásra vigyázás, ez lejárt. És ebben az új korban az történik, hogy visszük magunkkal az ősi mintákat. Vélünk leválni ettől a kötődéstől, ez a kapcsolódástól, a családról, a közösségről, és azt is láthatjuk, hogy a tömeg, a közösség az nem jár jó úton, mert teljesen az anyagra fókuszál, és nem jár a spiritualitás útján. Nem akarom nagyon elterelni a figyelmet, vagy a fókuszról, de az is történik, hogy bennünk egy árny szinten van egy úgynevezett ilyen materialista követő vonal. Ez nem rossz, ez egy irány, de ezáltal, mikor az emberbe ez az árny szinten követi a materialista, tehát a fizikai sík, csak a fizikai síkú megközelítést, akkor megyünk, jön akkor a kos, akkor jön a bika, akkor jön a rák, és akkor megyünk a zódiákba előre. Ezzel viszont mi, ez egy férfias energia, ezzel viszont mi öregszünk. Nagyon-nagyon öregszünk. És az az ember, aki a spiritualitás útjára ér, az megfordítja ezt az irányt. Tehát akkor jön ugye az áprilisban az a Aries, angolul, most nem tudom, hogy talán akkor a halak, meg víznek. Tehát elkezd visszafelé menni ez az egész, de azért is, mert a molekuláris struktúránk az atomban az elektron elkezd visszafelé pörögni, vagy másik irányba forog, és hát meg elkezdünk fiatalodni. Ezért, aki a spiritualitás meg az önmunka útján van, az olyan fiatalnak tűnik. Tehát ez egy fontos valami. És a halálfélelem
amiről te kérdeztél, ugye ez arról van, hogy érezzük, hogy le kell válni. Nem tudunk a régi, azzal a idézőjelben maradi gondolkodással tovább menni, mert az tart minket ebben a lefelé menő spirálban, viszont bennünk van az a félelem, hogy mi lesz velünk, ha mi leválunk. Mi lesz velünk, ha minket kiutasítanak, elutasítanak, és akkor ebből jön ez, hogy ilyen finom áttételesen nem fogjuk túlélni. Ez egy túlélési félelem. A túlélés ösztön, értem. Réges-régen, ugye az előző inkarnációk alatt volt nekünk olyan is, hogy majdnem minden halálesetünk, vagy mondjuk azt, hogy majdnem minden második halálesetünk, az elég tragikus volt, eléggé traumatikus volt. Nem éltünk egy igazán idézőbe kedves világban. Rengeteg traumaért bántottak, mi is bántottunk másokat, és mindig, mikor van egy úgynevezett haláleset, ami traumatikusan végződik, azt mi visszük tovább így a DNS-ben az emlékét. A Dolores Cannon-nak van az a QHHT-s a technikája, ami visszamegy ilyen múlt életekbe, és átvizsgálja a történetet, és akkor a halálesetet. Akkor ez egy technika, amivel lehet feloldani ezt a reszméletlen félelmet, ami alatt ott van egy nagyon komoly düh. És az ősidőkből még hozzunk egy olyan félelmet, és ez a halálfélelemként jelenik meg, hogy nem csak, hogy félünk attól, hogy leváljunk, hanem ha leválunk, egyedül leszünk, ha egyedül leszünk, nem fogunk párt találni, és nem fogunk idézőbe szaporodni tudni. Tehát magyarul ez a saját törzsfejlődésünk, a saját élet utunk megáll. És a félelem, ami az ember így hall így köznyelveken, csak a logikája más, az az, hogy ha mi leválunk, és nem tudunk gyermeket nemzeni, és vinni tovább a vonalunkat, az minket nagyon-nagyon erős kudarcként visel meg. És ez a meghalástól, az elsorvadástól, tehát így az élet, vinni tovább az életvonalat, ennek ettől a kudarctól próbáljuk magunkat megvédeni, viszont ez az érzés, ez a kudarc érzés, ami csak egy mentális struktúra, egy ősi, úgy mondjam, történet, ez adja nekünk ezt a nagyon furcsa érzést, ami úgy hívjuk, hogy halálfélelem. Azért, mert ha mi nem visszük tovább a vonalat, nincsenek gyermekeink, akkor meghaltunk. De az alatt még van egy olyan is, hogy és mi van akkor, ha meghalunk? Muszáj kicsit feszegetni a régi a mintákat és a paramétereket, mert mi van akkor, meghalunk? Hát jönnek a válaszok, mindenkinek majd jön ez, meg az, de van a dominósorban egy olyan válasz, hogy hát az, hogy nem fogom az általam bevállalt életcélomat teljesíteni. Tehát félelem veszteség az élet cél. Igen, pontosan, és úgy éljük meg. Tehát az érdekes így a belső munkában, mert az elmében, hogy hozunk egy csomó félelmet a múltból, aminek megvan a maga pszichológiája. A mai gondolkodásmód teljesen más, mint akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt, és azelőtt meg természetesen még erősebb volt. Ma egy mai ember, aki ilyenről tudni akar, meg hallani akar, meg érdeklődik, annak van egy nagyon komoly életcélja. És az életcél, ez azzal jár, hogy gondolom, hogy erről is beszélünk, hogy a belső munkán keresztül felfedezni, hogy ki vagyunk, kik vagyunk, miért vagyunk itt, és hogyan tudjuk ezt az egyedi, hogy ilyen teremtői tulajdonságunkkal szolgálni a közösséget. Na most, igen, bocsáss, mert mondjad. Mostában nagyon sokat beszélnek a spirituális körökben az élet célról. Szerintem rengetegen csak bolyongnak itt a Földön, és nem tudják, hogy mi az élet cél. Ezt hogy tudja egy ember lényegébe, hogy miért is született le a Földre, hogy mi az, milyen élet célra. Mert nyilván mindenki szolgálat, valamilyen szolgálat.
tudatra született le, de hogy minek a szolgálatára, ez egy kérdés marad most még jelen. Meg hogy lehet utána járni? Oké. Tehát az inkarnáció, az a leszületés előtt, mi nagyon precízen, számlisztikailag, ezt mi bekódoljuk így a lélekbe. Tehát van egy nagyon precíz menetrend, viszont a régi időkben az volt, hogy mi elfelejtettük a menetrendet. És lejöttünk ide, és olyan céltalanul, csak az érzelmeinkre hagyatkozva tudtunk felfedezni bukkanókon keresztül egy-két dolgot, de nem volt meg az igazi teljes recept, a menetrend. És ez nagyon-nagyon sok frusztrációhoz vezetett. A mai gyerekek, akik leszületek, szinte emlékeznek mindenre. Már nincs ez a bújtatott, elfátyolozott, tudod, ilyen a aspektus, és ugye én szeretem a gyakorlati dolgokat. Az egyik legjobb, ügyesebb talán, vagy a legérdekesebb, de más módja megtalálni az életcélunkat, az, hogy mi a legnagyobb kihívás az életünkben. Föltenni magunknak azt a kérdést, mi a legnagyobb kihívás az életünkben. És ezt onnan fogjuk tudni, hogy már próbáltunk tenni ezért valamit, és mindig visszajön. Mindig visszajön. Valami mindig, tudom, mintha még mélyebbre kell menni, még mélyebbre kell menni, és akkor, amikor ezt teljességében felfedezzük, akkor van az áttörés, hogy azt mondjuk, hogy huha, miután ezt megoldottam, láthatóvá válik az az ajándék, ami bennem volt, vagy van, az az ajándék, ami bennem van, és akkor ezzel az egyedi ajándékkal idézőjelben mi szolgáljuk a teremtőt. Oké, na most ez egy nagyon konfliktusos valami, mert rengeteg ember nem tudja, hogy mi az, hogy teremtő, mi az, hogy szolgálni, tudod, annyira meg vagyunk akadva így a materialista, meg az anyagi világban, de elmondom az én példámat, az lehet, hogy segíti. Jó, hogy én egy mérnök voltam, egy tipikus srác, szeretett vezetni, balcsin, tudod, vitorláztam, kajakoztam, amit akarsz. Tehát végülis külső szemszögből nagyon jó életem volt. Belül persze előbb-utóbb jöttek a fájdalmak, a félelmek, a konfliktusok, stb. És miután 42 éves voltam, ez volt 2010-ben, akkor az agyvérzés, az kihúzta alólam a talajt, viszont az volt az a hatalmas lehetőség, mikor kinyíltak a kapuk. Ebben kinyíltak a mennyek kapuja, kinyílt a pokol kapuja, és azt mondták, hogy válasz. És akkor jöttem rá, hogy nincs választás, mert mind a kettőt meg kell ismerni. És amikor én elkezdtem, de tényleg nagyon mélyre menni, ez évekkel később jött, mielőtt én elkezdtem tanulni nagyon profin NLP-t, meg mesterszintet, meg hipnózis, meg kvantumhipnózis, tehát sokkal később, rájöttem arra, Sanya, hogy nekem az az egyik ajándékom, nem feltétlenül az élet célom, de az egyik ajándékom, hogy ezt olvastam abban az életanalízisben, ami a számlisztikai, ki van, aki így mondja, tehát numerológia, hogy nekem az egyik ajándékom, hogy segíteni tudok az embereket megszabadítani a démonjaiktól. Szóval ez most ilyen angolból lett fordítva, de és akkor tudod, először, amikor olvastam, én 2000, nem is tudom, 12 körül, mondom, ez mi? Annyira nem tudtam, tudod, azonosulni vele, de ahogy ezt fedeztem fel a saját démonjaimat, ez a rettenetes sötétséget, ami bennünk lakozik, így a mélyebb elmében, ami most jön ki a mai világban, úgy hívják, hogy a lélek sötét éjszakája, azt hiszem, így mondják magyarul. Így van. Okay. Na hát ezen én átmentem, oké, okay. És akkor ezen keresztül ismertem meg azt a belső tehetséget, miután integráltam, meg fölülkerekedtem, azon akkor jöttem rá, hogy nekem ez az életcélomnak egy aspektusa. Az életcélom azt jelenti, hogy csak ezt fogom csinálni, vagy csak ezt kell csinálni, hanem ez egy ilyen belső ajándék, és akkor erre tudunk építeni és bővíteni ezt. Tehát mindenkinek van egy, és ez fontos, egy egyedi képessége, amitől mi rettegünk,
ezért kerüljük, ezért iszunk, ezért hárítunk, ezért nem beszél, lebeszéljünk róla, tudod? És viszont most az égék azt mondták, hogy ennek vége. És hogy programozzák felülről a DNS-ünket, ezek az ősi félelmek, a halálfélelem, akkor szembe kell, szembesülnünk kell az életcélunkkal, amitől mi rettegünk, rettegünk a saját fényünktől. Az ember azt mondja, hogy fél a sötétségétől, de nem, a fényünktől félget, az erőt, ami bennünk van. És mondták az égek, hogy okay, aki jönni akar, emelkedni akar, azoknak ezt meg kell oldani. Nincs, nem lehet gyerekeskedni. Tehát az életcél az az, hogy mi a legnagyobb kihívásunk, mi van belül, mit ígértünk meg, mit vállaltunk fel, és akkor ennek a lépcsőzetes, hogy mondjam, az akadálynak a lépcsőzetes lebontása és a bevállalása. Nagyon félelmetes, te hidd el. Tehát ez nem úgy van, mindenki azt mondja, hogy jaj, de könnyű, nem könnyű, nagyon nehéz, és ezért kellnek a technikák. Igen, tudom, ebben most jelenleg én is benne vagyok, ezt tudósíthatom. Összeértél itt nekem ugye a érzésekről, és a gondolat, hát még hozzátenném a gondolatokat is. Ezeknek az irányítása, kell-e egyáltalán őket irányítani, vagy pedig ugye szokták mondani azt bizonyos körökben, szellemi körökben, hogy engedd el magad, úgymond engedd meg a gondolatnak, hogy legyen. Tehát bele kell-e szólnunk akár negatív, akár pozitív gondolatainkba, meg kell-e valahogy őket állítani, vagy pedig hagyni, hogy egész egyszerűen csak jöjjenek és menjenek. Meg hogy tudja ezt egy ember megtenni, hogy nem azonosul vele? Ez egy nagyon jó kérdés, és a válasz nem szuper egyszerű erre, mert attól függ, hogy milyen evolúciós szinten járunk, és mennyi önmunkát végeztünk. Amikor már az önmunka vége felé járunk, ilyen nincs, hogy a vége felé járunk, mert állandóan kell valamit csiszolni, de mikor már tényleg úgy kitakarítottuk ezt a raktárhelyiséget, akkor már meg lehet azt engedni, hogy mi elengedjünk dolgokat. Viszont az első jó pár tízezer lépésben ez nem fog működni így. Mert az elején úgy jönnek a gondolatok, hogy azok nagyon specifikusan így az arcunkba tolnak energiákat, feloldatlan traumákat, emlékeket, ami nincs semlegesítve. Bármikor, most beszélek egy kicsit a negatív érzésekről, mert ugye van a félelem, van a harag, van a bántás, a bántalmazás, van a bűntudat, van akkor a szomorúság, a bánat, és a több száz ilyen van. Bármikor egy negatív, most idézőben mondom negatív, de ezzel könnyű így azonosulni, feljön, az azért jön fel, mert megkér minket az univerzum, hogy oldjunk valamit fel. Ha mérnöki nyelvet használhatnék, akkor azt mondanám, hogy dekódold a jelentését, vagy dekódolt azt az érzelmet, azt jelenti, hogy fedezd fel a feljövő negatív érzelem alatt lévő hiedelmeket, és ezt a struktúrát, és amikor a megfelelő technikákat alkalmazunk, akkor az elengedődik, és soha nem fog visszajönni ez a specifikus esemény. Tehát magyarul ez az, hogy áttransformáljuk. Most van egy hátulütős része ennek, és az meg az, hogy ha nem csináljuk ezt, akkor ezek a negatív érzések egyre erősödnek, egyre intenzívebbé válnak, és egyre inkább elkezdenek minket bántani, és ez előbb-utóbb konfliktusos szituációkhoz vezet a fizikai síkon, a fizikai életbe, ebbe benne van betegség, ebbe benne van a kapcsolatbeli problémák, ebbe benne van akkor az állásbeli problémák, pénzproblémák, és ez mind azért van, mert most idézőjelben elhanyagoltuk, figyelmen kívül hagytuk ezeket az üzenő jeleket, például a negatív érzéseket. Uh-huh. Jó? Értem. És még azt vettem ki a szavadból, hogy lényegében, úgyis ez lett volna még az utolsó témánk, az ellenállás kérdése, hogy az ember ellenáll ezeknek a negatív gondolatoknak. Tehát nem is akarja tudni, hogy honnan jönnek, elnyomja, ellenáll, összezár, pedig a test az tényleg jelez, tehát én tapasztalom, összehúzódik a gyomor, összehúzódnak a szervek,
a gondolat még erőteljesebben üti a gyeplőt, hogy most már igen, mozdulj valamerre, de mégis egyfajta öntudatlan gomb, nyomógomb bekapcsolna az elmébe, és megakadályozza ezt, hogy bármiféle mozdulás történjen, és továbbra is csak ellenáll ezeknek a dolgoknak. Ez miért? Az ellenállás az egy nagyon sok síkú valami. Bizonyos részét az ego menedzseli, bizonyos részét pedig a háttérprogramoknak a jelenléte. Tehát az ellenállás azért van, mert van egy úgynevezett hiedelem rendszerünk, amivel akár több 10 000 hiedelem is lehet jelen. A hiedelmek nem, azok nem vallási hiedelmekről beszélek, hanem arról, hogy például mint a korlátozó hiedelmek, hogy ha mi ezt el akarjuk érni, akkor minket nem fognak megbecsülni, szeretni. Tehát ilyen mikrostratégiák vannak bennünk, de ez megint, Sanyi, ez onnan jön, hogy ősidőkből, mikor próbáltunk ebben a közösségben megélni, túlélni, tovább vinni az életet azáltal, hogy ott voltunk, két irányba szakadt így az emberiség. Az egyik az, aki ezeknek az ellenállásoknak beadja a derekát, és tényleg azt mondja, hogy én ellenállok. Ez nem jó. Fél az érzelmektől, fél a feloldástól. Ezek általában úgy tudod észrevenni, hogy nagyon konzervatív emberek. Nem képesek az újat, a változást elfogadni. És az a konzervatizmus, ez azt csinálja, hogy önmagát az ember ebben az aspektusban bebörtönzi, mind mentálisan, mind érzelmileg, és előbb-utóbb a fizikai síkon eszméletlen betegségek jönnek ki. Ebből nagyon sokat látunk. Ez a világ minden tájékára igaz. És akkor van egy olyan aspektus, ez volt aki represszív, tehát ez, aki elnyomja, és van egy olyan, aki kifejezi, ez az expresszív, tehát a kifejező, az meg dühös. Én is ez voltam. Igazániból én mind a kettő voltam. Kicsit konzervatív lettem, és utána kitörtem. És megvan ez az ellenállás, onnan lehet tudni, hogy lázadnak, de nem tudják, hogy milyen irányba haladnak. És ez a lázadás, ez egy kellő, szükséges energia, előbb-utóbb elkezdünk magunk ellen lázadni. És csak is úgy, semmelyik világ nem tökéletes, és azért kell az elménket úgy kiüríteni, hogy ezeket az ellenállásokat semlegesítsük, tudatossággal haladni előre, hogy be tudjuk vállalni az evolúciót, be tudjuk vállalni a gyógyulást, be tudjuk vállalni az életcélt, ami csak az elmének egy nagyon precíz kitakarítása után jöhet, és ez ellen eszméletlenül ellenállunk. Az ego ellenáll, mert ő szereti a homeosztézist, ami a változatlanság. Ezért ellenállunk, mert itt, ezen az oldalon félünk ettől, meg ettől, meg ettől, az élet céltól, stb. Stb. Az egónak, a mélyebb, nagyon-nagyon mély egónak vannak olyan hiedelmei, ami például olyan, hogy életcél? Ezt akarod? Na, én megmutatom neked, hogy ez így nem fog menni. Ez ökörség. Ez badarság. Ilyen nincs. És az ember elhiszi. Most ez egy rossz hiedelem. És amíg ez nincs kiiktatva, vagy kiakasztva, addig mi ezt csináljuk, mert ennek a hiedelemnek a hatására fogunk viselkedni és gondolkodni. Amikor ezt kiakasztjuk, utána jön a következő ego trükk, ellenállás ez is persze, azt mondja, hogy életsz? Hát akkor egyedül maradsz. Egyedül fogod csinálni. És hát az ember megrémül, mert visszaviszi ebbe az ősi struktúrába, hogy hát nem, hát egyedül, akkor nem fogom túlélni. És mikor én megjelentem Magyarországon nálatok először, akkor még kicsit nem ment a magyar ennyire, de mondtam, hogy ez az idő elmúlt, és össze fogunk fogni, egymást segítjük, mert egyedül ebből nem tudunk kiszállni. Nem vagyunk egyedül, ez egy ősi hiedelem.
segítjük egymást, és azért csinálták az égiek az emelkedést, hogy ilyen lépcsőzetessé tegyék, hogy mindig van egy olyan szint, aki már valami megtapasztalt, és megbízhatóan tud segíteni másoknak. Tehát van az ősi batyú, van a jövőtől félő batyú, van egy ős, tehát ez az életcélt való félelem, és ezért van az ellenállás, mert mindenhol úgy érezzük, mint egy gumipókokkal ki lennénk kötve. És az ellenállás... Tessék? Igen. Ráncigálnak bennünket, mint a marionettbábok. Igen, igen. És ezt nem fogjuk tudni egyedül megoldani, ezt te is látod. Az embernek tényleg kellenek olyan technikák, olyan felismerések, olyan elengedési technikák, hogy ezt tényleg meg tudjuk oldani. És ez nem fog meditációval, tehát nem fog csak egy csöndes üléstől beindulni, hanem tényleg lehet, hogy a csendes ülés az nagyon jó arra, hogy felfedezzük, hogy mi van útunkban, és akkor arra, mikor alkalmazzuk ezt a technikát, akkor meg tudunk tenni a következő lépéseket. Az egónak van még egy olyan struktúrája, mivel azért mondom ezeket, mert az emberiségnek tényleg szüksége van új, friss és hiteles információra, hogy tudjuk, hogy működünk. Az egónak van még egy olyan funkció, amit úgy hívnak, hogy a következő lépéstől való félelem. Ez annyira triviálisnak hangzik, annyira, ezt már megoldottam, de ebből 10 000 van. És majdnem minden lépésnél ezt föl kell ismerni és elengedni, mert ez egy szadizó, egy érzés, hogy tudod, menned kell, a lélek hajt, a lélek azt mondja, figyelj, minden oké, csinál. De az elme, a régi emlékek, a félelmek, a feloldatlanságok és a konfliktusok viszont ellenállnak. Tehát egy diszonancia van a régi emlék raktár között és az emelkedett lelkünk között. Értem. Tehát lényegében, aki ellenáll, annak az egyik receptje egy a megengedés vagy a megadás lenne. Ugye, ha jól értettem. Na most mondjad, hallgatlak. Ha jól értettem a szabadból, tehát ez a megengedés vagy megadás. Nem. Igen. Na most ez se ilyen egyszerű. Tudod, igen. Én is már 3000 részben voltam, és kúsztam, másztam, de mivel ezt nem tanították, hogy kell igazán, fokozatosan, finom lépésekbe átadni magunkat, ezért az univerzum azt mondta, hogy boom. Csak ott ökött a tasli. Ilyenkor segre ülünk, tudod, és csak nézzük, hogy most mi van. Nagyon sok ember, ez rám is igaz volt, de majdnem minden erős személyiség, és hát azért legyünk őszinték, ebbe a témá igazán csak a csillagmagokat érdekli, tehát akik azért vannak itt, hogy megörököljék a Földet, azok olyan szinten ellenálltak, meg olyan erős a személyiségünk, hogy tényleg mármint, hogyha ránk dőlt volna a ház, és már nem tudunk mozogni, már olyan komoly leckéket ad az univerzum, és akkor egyszer azt mondjuk, hogy én ezt nem bírom tovább, nem csinálom tovább. Nem azt mondjuk, hogy ekkora hülyét, miért nekem állok ellen, majd én elengedem, nem, hanem azt mondjuk, hogy nem bírom tovább, és akkor még az elvesz, hogy ez az elengedés, megadás, utána az univerzum megmutatja a következő, vagy a lépést. Tehát ezt lehet ilyen, így is megélni, én így értem meg, vagy lehet úgy, hogy elkezdünk szépen önmunkával takarítani, megismerni az önszabotázsos mintákat, a takarításhoz szükséges technikákat, és akkor át kell lépni. Tehát aki nem csinálja ezt, az innentől kezdve olyan konfliktusba lesz, fizikai fájdalomba, meg érzelmi fájdalomba, hogy azt nem irigylem. Értem. Jó, köszönöm szépen lényegében. Én úgy érzem, hogy választ is kaptam. Okay. Én is köszönöm.